Egyszerűen nagyszerű. Ezt a címet kapta az Ötvös Cirkusz legújabb műsora, amelyet múlt hétvégén hoztak Nyíregyházára. A műsor a tradicionális, hagyományos vonalat képviseli egy kis csavarral. A közönség 80%-a még mindig igényli az állatokat egy cirkuszban, ezért itt is az övék a főszerep. A két indiai elefánt és a lovak mellett azonban nem tigrisek és tevék, hanem kecskék és kacsák is láthatóak voltak a porondon. Idén először nyúlunk vissza az Ötvös családnak a történetének, a generációnak a gyökereihez, amikor is bemutatjuk dédnagypapám Báró Ötvös Ferenc és dédnagymamám Vinicki Johanna műlovarnő találkozását, ugyanis van egy műlovarnőnk itt a cirkusznála, és ebben a produkcióban építettük bele ezt a kis történelmi szálat, amivel egy kicsit bemutatjuk a család keletkezését. A cirkusz világa is folyamatosan fejlődik, a 21. század igényei is változnak. Az Ötvös Cirkusz, mint Magyarország legrégebbi utazó cirkusza, ennek igyekszik megfelelni, ezért a műsorban Európa legjobb lézersóját is láthatta a közönség.